Horváth Csaba nem adja fel, ragaszkodik főpolgármesteri ambícióihoz, bár tegnap úgy tűnt, megállapodtak a baloldali pártok Falus Ferenc jelölésében. Ma reggel Horváth Csaba magát még mindig az MSZP főpolgármester jelöltjének tartotta. Benyúrita összeállítása. Ő Falus Ferenc, tiszti főorvosként emlékezhetnek rá, és most ő a baloldal közös jelöltje. Vagy nem? Az MSZP-nek még nem közös jelöltje, szeretném jelezni. Horváth Csaba szerint ultimátumot kapott az MSZP. Saját magát még mindig az MSZP főpolgármester jelöltjének tekinti, Falust pedig nyugdíjas köztisztviselőnek nevezte. 10 hét van a választásokig, ma már csak 69 nap. 69 nap az nem elég arra, hogy teljesen új pozícióba helyezzem mondjuk egy nagyon tiszteletre méltó színészt, vagy egy nagyon tiszteletre méltó nyugdíjas köztisztviselőt. Az is igaz, hogy tegnap, bár korábban azt ígérte, nyilatkozik, a tárgyalásokról sietve és láthatóan nem túl elégedetten távozott. Kunhalmi Ágnes, a szocialista delegáció vezető pedig azt mondta, jó alkut kötöttek. Az MSZP nevében sikeresnek minősítem a tárgyalásokat. Az igaz, hogy az MSZP testületeinek is jóvá kell hagynia a megállapodást. Tegnap még úgy nézett ki, ez csak formalitás. Ma már azonban nem csak Horváth, de az eddigi 5. kerületi szocialista jelölt Steiner Pál is elkezdte fúrni az egyességet. A párt vezetőinek egy levélben többek közt azt írta, nem fogjuk végrehajtani azt a megállapodást, aminek következtében nem marad szocialista képviselő az 5. kerületi önkormányzat képviselőtestületében. Steiner is az egyik áldozata a megállapodásnak, az 5. kerületben ugyanis közös jelöltként Juhász Péter indul, vagyis a szocialisták helyett az Együtt kapta meg a belvárost. A fővárosban 7 olyan kerület van, ahol külön indulnak a baloldali pártok, ezeket jelöltük szürkével. Itt biztosra veszik a Fidesz győzelmet, így viszont legalább mindenki tud területi listát állítani. A többi kerületet felosztották, 6 kerületben indul közös jelöltként MSZP-s, 5-ben Együtt PMS és 5-ben DK-s. Az MSZP leporol pár korábbi önkormányzati politikust, például a 11. kerületben újra bedobják Molnár Gyulát. 3 mostani polgármester pedig újrázhat, például a biztos befutónak tűnő, eddig mindig győztes Tóth József. Az Együtt PM legesélyesebb jelöltje Karácsony Gergely, aki Zugló polgármesteri címéért indul. A DK pedig a szocialisták 2002-es főpolgármester jelöltjét, Gyénémet Erzsébetet reaktiválná a 17. kerületben. Jó napot! Az MSZP délután ült össze, hogy mindezekre rábólincson. Falus Ferenc viszont nem várta meg a végső döntést. Facebookján már posztolta, hogy készen áll a megmérettetésre. Nem erősítette meg. Szigetvári Viktor többszöri újságíró kérdésre sem akarta megerősíteni, hogy Falus a közös jelölt, de azt elmondta, hogy ha ő lenne, akkor jó jelöltnek tartaná. Ha is amennyiben végül Falus Ferenc lesz a főpolgármester jelölt, hiszen még erről nem beszélhetünk, nincs erről döntés a Magyar Szocialista Pártnak, akkor szerintem egy olyan személy tudja vezetni a fővárost 2014. októberének második felétől, aki alkalmas arra. Tarlós Istvánnak egyre több a kihívója, ami egyre inkább erősíti is a pozícióját. A liberálisok Bodnár Zoltánt, Bokros Lajos pártja Bokros Lajost, az LMP Csárdi Antalt, a baloldali pártok közösen, ahogy említettük, Falus Ferencet, a Jobbik pedig, ahogy 4 éve, most is Staudt Gábort küldi a ringbe Tarlós ellen. És akkor a függetlenként induló Magyar Györgyöt még nem is említettük. Benyúrita, Hír 24.